A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ahogyan azt már megszokhatták itt az ünnepi időszakban. Napról napra jelentkezünk évértékelő ünnepi beszélgetésekkel innen a Fehérvár Televízió stúdiójából. Mai vendégem Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a kedves meghívást, és mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Kicsit megint ilyen déjà vu érzés van az embernek, mert mindig, amikor ezeket az ünnepi beszélgetéseket készítjük, akkor meg kell, hogy állapítsa az ember, hogy hát elrohant egy esztendő, és azt hiszem, hogy ez idén sincsen másképp, és az idei év is mondhatjuk azt, hogy nagyon nagy eseményekkel, kihívásokkal, és hát nagyon sok váratlan fordulattal volt teli. Igen, nagyon hosszú év volt bizonyos szempontból, viszont valóban elrepült, olyan, mintha egy évvel ezelőtt ülnénk itt ugyanígy a karácsonyi interjún és beszélgetnénk. Úgyhogy ez a 22-es esztendő elrepült. Nyilván az aranybúla emlékév okán ez eleve egy különleges időszaknak indult, és azt gondolom, hogy ez a része ez olyan is volt, de aztán történt sok minden az évben, amire számíthattunk, hogy nehéz lesz, hiszen volt választás, ahhoz kapcsolódó kampány, ami a közösségnek mindig egy nehéz kihívás, de erre tudtunk számítani, és aztán ugye sajnos történtek olyan események, dolgok is, amik váratlanak voltak, hiszen nem számítottunk, nem számíthattunk rá szerintem igazán senki, hogy még megéljük azt, hogy Európába háború törjön ki, ez sajnos ugye Ukrajnában megtörtént, és mivel ez meghatározta az évet emberi és emberiességi szempontok okán is, gondolok itt akár a menekültek fogadására, ellátására, és nyilván egy ilyen háborúnak vannak aztán széles társadalmi, gazdasági hatásai a világ egészére, Európára, Magyarországra és értelemszerűen Székesfehérvárra is. Kezdjük talán az aranybúla emlékével, hiszen ez a 800. évforduló egy ilyen keretet is szabott az idei esztendőnek, ezzel indult az év, és hát gyakorlatilag szinte év végéig tartottak a programok, december 17-én a Nemzeti Emlékhelyen zárult maga az emlékév. Igen, szerintem egy szépen sikerült esztendő volt, ugye többes évfordulóra emlékezhettünk, hiszen az aranybúla kibocsátásának 800. évfordulója mellett, hogyha ugye 972-re datáljuk Székesfehérvár alapítását, akkor ugye annak 1050. évfordulójára is emlékeztünk, és nagyon szép programokra emlékezhetünk vissza, maradandóakra is, hiszen létrejött emléktábla, emlékérem, emlékbélyeg, megújult teljes egészében a Szent István Király Múzeumnak a rendház épülete, a főépülete, gyönyörű kiállítással, az Árpádház kiállítással tudtunk emlékezni és emlékeztetni magára az Árpádházra és Székesfehérvár szerepére, de hát akár az utolsó napokban is még egy tudományos szakmai konferenciát rendezett a Siklósi Gyula Intézetünk, együttműködve egyébként több más intézménnyel, adott esetben előadásokat tartottak régészek, történészek, intézményvezetők. Ezt hiszem, hogy ez egy szép szakmai program volt, és aztán pedig egy emléktábla avatással, még második Andrásról szól, neki állít emléket a Nemzeti Emlékhelyen tudtuk ezt az évet zárni. Ugye mi volt a célunk az, hogy egy ilyen kerek évfordulón, évfordulókon keresztül is mutassuk ennek a városnak a történelmét, de úgy, hogy maradandót is tudjunk alkotni, és hát például így, és ennek keretében tudott az aranybúla környezete is megújulni, ami azt hiszem, hogy szintén nagyon szép lett, de hát ott volt a királyi napok rendezvénysorozat, azon belül a koronázási szertartásjáték, ami ez egyfajta összefoglalása volt az elmúlt évtizednek. Tehát örülhetünk, hogy ezeket megélhettük, pláne úgy, hogy a pandémia időszakában még jól emlékszünk, hogy hány hónapon keresztül ezek a közösségi programok nem voltak megtarthatók. Valahol a gondviselés is, és azt gondolom, hogy szép dolog, hogy az idei évben azonban így ez nem volt megzavarva, tehát gyakorlatilag rendezvényekkel, programokkal tudtunk kedveskedni az embereknek, köszönhetően azoknak, akik az aranybúla rendezvényeit az emlékév egészében megálmodták, megszervezték, együttműködtek benne, és hát sok-sok tízezer embernek adtunk, Fehérvárinak és hozzánk látogató vendégünknek is, azt hiszem, hogy nagyon szép, kicsit történelmi, de egyben a ma kultúráját, a ma közösségi élményét is biztosító élményt.
Az is egy különösen szép pillanat volt, hogy augusztus 20-án ugye Székesfehérváron ünnepelt Magyarország köztársasági elnöke is Szent István ünnepén. Igen, régi vágyunk volt ez, és azt hiszem, hogy talán mondhatjuk azt, hogy történelmi jogon járt is Székesfehérvárnak. Nem csak a jelennek, hanem a múlt előtti tisztelgés okán is, és örülök annak, hogy elnökasszony az megválasztása utáni első augusztus 20-án eleget tett már ennek a hívószónak, és itt volt. Ugye az elmúlt évtizedekben ezt augusztus 20-án nem tudtuk elérni, most Novák Katalin elnökasszony ennek eleget tett, és azt is hangsúlyoztuk mindig, hogy Fehérvár és Esztergom az a két város, Szent István városaiként, a történelmi fővárosként talán jogot formálhat arra, hogy időről időre ilyen eseményeknek adhassunk otthont. Én bízom benne, hogy sikerült hagyományt teremteni, és néhány évente ezt sikerül majd augusztus 20-án itt Székesfehérváron megszervezni. De kicsit pekhünk volt, mert aznap az időjárás az nem volt túl kedvező, de még így is azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szép felemelő pillanata volt ez az évnek. Ugye a közösségeket már említette, volt egy választás is, ami mindig egy kicsit felborzolhatja a kedélyeket, hogyha fogalmazhatok így. Aztán ugye volt egy pandémia időszak is, ami szintén kérdőjeles, hogy jót tesz-e a közösségnek, vagy nem. A közösségek szempontjából hogy látja a 2022-es esztendőt? Nem volt könnyű, hiszen az említett események azok mind-mind az ellenkező irányba hatnak, és inkább roncsolják a közösséget, sem mind építik. De azért bíztam abban, hogy egyrészt a fehérvári politikai kultúra, ami még mindig szerintem az országos vagy akár az európai átlag fölött is van, ha a közbeszéd színvonalát, minőségét, egymás iránti tiszteletet jelzi, hogy ez is segíteni fog, és talán pont az emlékév is adott egyfajta lehetőséget, hogy azért azt is keressük, még ilyen kihívásokkal teli időszakban is, ami összeköt bennünket, ne csak azt, ami adott esetben konfliktusos vagy ami szétválaszt, és összességében úgy érzem, hogy ezt sikerült elérni. A pandémia esetében, miután két olyan esztendő is volt, amikor időről időre sok mindent nem lehetett csinálni, ami egyébként természetes része a mi mindennapi életünknek, ez annyiban segített most, hogy ezt várták az emberek. Tehát akár az utolsó napok eseményei között is említhetném, hogy a fehérvári régebb óta fiataloknak mindig megszervezett adventi, karácsonyi koncert és programról is nagyon-nagyon-nagyon sokan jöttek el. Ugye tavaly ezt nem tudtuk megszervezni, nem, megrendezni, nem volt rá a pandémia adta akkori szabályok miatt lehetőség, most volt erre mód, és ezzel az éltek is az emberek eljöttek, és az arrébb csarnokba nagyon-nagyon sokan vettek részt ez az esemény. És én évközben is azt tapasztaltam, hogy az adott közösségi programokon legyenek azok városrészi, vagy legyenek a város egészét megszólító rendezvények. Sokan jöttek el, szívesen vettek ezekben részt az emberek. És talán egy kis szimbolikus fejlesztés is hozzájárul ehhez. Ugye a Városháza szép magyar kifejezésként a város minden polgárának a háza, tehát nem polgármesterházának hívjuk, meg rezidenciának, meg a jegyzőházának, hanem a Városházának, ahhoz az a közösség első számú épületének, kicsit a közösség megjelenési formájának is, és ezt pont ebben az évben tudtuk felújítani, az megint szerintem valahol egy kicsit szimbolikus volt. Itt szeretném előre elmondani, hogy januárban, január második felében, ott a Magyar Kultúra Napja környékén szeretnénk majd átadni, avatni, bízunk benne, hogy egy szép városháza történeti kiállítást is tudunk Csurga igazgatórék közreműködésével szervezni. Szikora igazgatórék pedig egy kulturális programmal fogják várni azokat az érdeklődőket, akik eljönnek, és szeretnénk ott egy-két napig lehetővé tenni azt, hogy csoportok be is jöhessenek, és ugyanúgy, ahogy a múzeumok éjszakáján, vagy az adventi időszakban szokott lenni, az ugye idén ezek most elmaradtak a Városháza megnyitására tekintettel, de ezt most egy kicsit pótolni fogjuk, de természetesen ezt még meg fogjuk hirdetni. És lehet, hogy egy kicsit előre rohanok az időben, de hogyha már a Városházánál tartunk, akkor az is egy, gondolom, nem véletlen gondolat volt, hogy a leállás időszakában a Városháza ad otthont akár színházi előadásnak és egyéb más kulturális programoknak, tudományos előadásoknak. Igen, az évben is jellemző volt ez, és így lesz ez 23-ban is. Az is
talán szimbolikus, hogy önkormányzatunk is csatlakozott az igazgatási szünethez, és ennek keretében a Városháza főépületét is december 22-től egészen január 9-ig zárva tartjuk. Pontosabban csak alaptemperáló fűtést biztosítunk, és aki dolgozik, az más épületekben fogja ezt megtenni. Ez egyébként rám is igaz lesz például január első napjaiba, mert egyrészt megtakarítunk vele, nem is kevés összeget, másodszorban pedig, hát akkor ugye úgy illik, hogy ha hozzunk kellett nehéz döntéseket évközben, ami takarékosságról szól, akkor ebből kivegye maga az önkormányzat, a hivatal, a polgármester, egyáltalán a Városháza is a részét, de szerintem az is szimbolikus, hogy ezzel párhuzamosan pedig felajánlottuk mondjuk a Vörösmarty Színháznak, hogy természetesen, ha el tudják képzelni a dísztermünket, mint egy színházi tér, mint egy stúdiószínház, egy kamara előadásra állunk rendelkezésre, és hát tudjuk, hogy Cserhalmi György rendezésében a 12 dühös ember előadásaira kerül majd sor február második felében. Én magam nagy izgalommal várom már a próbaidőszakot is. És a munkatársak hogy várják? Hát ez nagyon érdekes lesz, hiszen akkor ugye a Városháza már abszolút dolgozni fog, közben ott lesz egy rendezés, és majd este színházi előadások, úgyhogy itt ez a békés egymás mellett élést, és türelmet, és kitartást tudok majd kérni mindenkitől, de én bízom benne, hogy ez meg lesz, mert hogy közben ez meg egy kuriózum, hiszen azt hiszem, hogy ez szép dolog, hogy most, hogy a színház épülete pár hétre bezár, szeretném alátámasztani, hogy nem a színház, meg nem a zenekar, hanem a színház épülete. Ilyenből is látszik, hogy a színház játszani fog, többek között mondjuk a Városháza dísztermével. Emellett azért bízunk benne, dolgozunk rajta, hogy itt a távfődíjak változása okán is, ha van rá lehetőség, akkor előbb kinyissuk majd 23 tavaszán a színházat, mint korábban gondoltuk, ugye március közepe végéig tartjuk most zárva, ez a döntés, de én azért reménykedek, hogy ezt annyival előbb ki tudjuk majd nyitni épületként, amennyi kell ahhoz, hogy az évad egész nyugodtan a bérletes előadásokkal együtt úgymond kijátszható legyen. De szerintem nagyon izgalmas és érdekes, és nyugodtan mondhatjuk, hogy kuriózum, hogy egy Városháza dísztermébe színházi előadásra kerüljön sor, Cserhalmi György meg mégse akárki, hanem a magyar színjátszás azt gondolom egyik vezető színésze. Úgyhogy szerintem az ő rendezése az nagyon izgalmas lehet, hogy én biztos vagyok benne, hogy sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel, vásárolnak egyet, és jönnek el a Városházára egy színházi előadásra. És érintettük is már a következő témánkat, ugye a takarékossági intézkedéseket, ami talán az idei esztendő egy fontos, meghatározó kihívása, amire választ kellett adni, tudni. És ugye megint nem volt egy tankönyv, amit elővéve tudtuk volna, hogy a hatodik fejezetet kell ilyenkor csinálni. Ez egy új helyzet volt nyáron, tavasz, nyár fordulóján, szóval augusztusban különösen lehetett már érezni, hogy itt komoly megtakarításokra lesz szükség, hiszen mindegy 9 milliárd forint az a többletkiadás, amit finanszíroznunk kell. Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények alapszolgáltatások garantálása, biztosítása érdekében, és ugye akkor alapvetően két csoportját határoztuk meg ezeknek az intézményeknek, szolgáltatásoknak. Az egyik bölcsőde, óvoda, bentlakásos intézményeink, házi orvosi rendelők, amit mindenképpen működtetni kell, és aztán pedig vannak azok a szolgáltatások, intézmények, épületek, amik nagyon fontosak, de ebben az időszakban pár hétre most le kell róluk mondanunk, így születtek meg ezek az intézkedések. Ugye azóta egy kicsit jobb a helyzet, hiszen az úszoda tekintetében például született megoldás, remélem, hogy 2023 tekintetében is majd nem csak az első negyed év, hanem az év második része tekintetében is ezt meg lehet majd találni. Ott a színházépület, ugye a stadion az november közepétől január közepéig zár be, és január közepe után is sikerült egy korrekt megállapodást kötnünk a MOL Fehérvárral, akik egy kiegészítő rezsi fizetést vállaltak, és így válik lehetővé, hogy a mérkőzéseket például a stadionban lehessen tartani, és a nagy csapat a stadionban készülhessen. Önmagában az önkormányzat ezt nem tudta volna finanszírozni. Tehát ez most egy ilyen esztendő, sok tanulsága van. Az is, hogy nem csak a takarékosságra kell hangsúlyt fektetni, hanem a fenntarthatóságra, amihez hozzátartozik az, hogy jobb technológiával dolgozzunk, így fogunk a színházban most például bejárati nyílászárókat cserélni, adott esetben a lámpakészletet cserélni, takarékos izzókra, ugye dolgozunk naperőmű park kialakításán, mindegy 20 épületünknél, intézményünknél, beleértve óvodát, iskolát, szociális intézményt, napelemek elhelyezése van folyamatban.
ez is fontos, hogy a fenntarthatóságnak ezeket az elemeit is megteremtsük, és hát persze aztán bízunk abban, hogy azért lejjebb mennek majd az energiaárak. Én nem hiszek, bízok abban, bár tévednék, hogy teljesen a válság előtti időszak áraira fog visszaesni a gáz, vagy éppen a villamos áramnak az ára, de azért bízom benne, hogy a maihoz képest egy alacsonyabb szinten fog stabilizálódni, de az biztos, hogy a városnak jövőre nézve ezeket a fejlesztéseket meg kell valósítani, mert így válnak ezek az intézmények, épületek, szolgáltatások fenntarthatóvá. Ilyenkor mondjuk érdemes előre menekülni? Mondhatjuk ezt talán? Érdemes. Itt volt szerencse az, hogy voltnak a városnak tartalékai. Ez nagyban köszönhető a helyi gazdaságnak, különös tekintettel az iparnak és azoknak az embereknek. Sok-sok tízezer emberről van szó, aki ebben az iparban dolgozik a mindennapokban. Ahogy az előző években is sokszor, így most is nekik jár a köszönet, hiszen az ő munkájuk adta meg azt a tartalékot, hogy egyrészt működést finanszírozni tudjuk, ennél nagyobb zárások, bezárások, megszüntető lépések nélkül, másodszorban pedig, hogy tudunk olyan beruházásokban gondolkodni, amik aztán utána a kiadásokat csökkentik, úgyhogy közben a szolgáltatás nem kerül veszélybe, mondjuk közvilágítás, ahol egy nagy arányú cserére, felújításra, beruházásra készülünk, és valójában a megtakarításból fogjuk tudni finanszírozni a fejlesztésnek a pénzügyi hátterét. Ugyanilyen gondolkodunk az uszoda esetében, és van más középület is, ahol ez majd reményeink szerint megvalósulhat, de ennek egy része saját erős, a saját erőt pedig valahonnan kell biztosítani, az a helyi adó mögött pedig az embereknek a mindennapi munkája áll, de azért hangsúlyozni kell, hogy Székesfehérvár számára is fontos, hogy legyen megállapodás, és ebből aztán legyen forrás, pénzügyi forrás az Európai Unió részéről, hiszen ebből is tudunk például ilyen energiatakarékossági intézkedéseket hozni, vagy fejlesztéseket megvalósítani, nem csak feltétlenül az önkormányzat, hanem mondjuk az iskolák esetében az állam, aki készül mind a tankerület, mind a szakképzési centrum fenntartásában működő intézmények jelentős felújítására, energiakorszerűsítésére, részben hazai, részben pedig uniós forrásból valósulhat meg. Akkor mondjuk egy kicsit felélegeztek, amikor az elmúlt napokban, elmúlt hetekben végeredményben megszületett a döntés az uniós kifizetések kapcsán, legalábbis egy ígéret elhangzott. Igen, szerintem egy nagyot sikerült előrelépni, értelemszerűen akkor fog igazán megjövődni, amikor már a pályázatok eredményesek, jön a forrás, és meg tudjuk kezdeni, aztán pedig be is tudjuk fejezni ezeket a fejlesztéseket, de azért szerintem most itt az év végére ezen a területen is szerencsére sikerült előrelépni. És azért itt említsük meg, hogy Székesfehérvár folyamatosan az Európai Unióba történő belépés óta, mint város, mint közösség, mint helyi gazdaság teljesít minden olyan kötelezettséget és jogos elvárást, ami az Európai Uniós tagság része. Tehát mi nem kérünk mást, ez nem ajándék, amit kérünk. Az egyik oldalon mi adunk, a másik oldalon pedig kapunk. Egy szövetség az ettől tud működni, hogy ott mindenki megtalálja azt, ami abban a szövetségben neki is hasznos. Ez az európai közös élmény is, a schengeni határok, az utazásnak a szabadsága, de az is, hogy a befizetett összegekért, vagy éppen a vámmentes területért, a szabad piacért, a versenyért, a másik oldalon jönnek fejlesztési források. És ami miatt ez Fehérvárnak hangsúlyozottan fontos, mert várhatóan a 21-27-es időszak az utolsó olyan, ahol mi ilyen típusú településfejlesztési forrásokhoz jutunk, hiszen Fehérvár fejlettségi szinte már most is egyébként az átlag fölötti, tehát mi most a járás és a megye okán kapunk még egyáltalán ilyen jellegű beruházási pénzügyi lehetőségeket. 27 után nem, pontosabban nem ebben a formában áll majd rendelkezés, ott visszafizetendő források lesznek, magas saját erős beruházásokat, pályázatokat lehet majd megvalósítani. Most még ezek a források nem ilyenek, ez kb. 12 milliárd forint, ami az önkormányzaton keresztül jön Fehérvárra. Jó lenne, hogyha ez minél hamarabb megvalósulna, és mondjak például egy konkrét beruházást, ami ettől függ, a Bakony utcai kikötés az egy Európai Uniós forrásból megvalósítható közművekkel, kerékpársávval, nyomvonallal, területvásárlással, minden együtt egy 3-4 milliárd forint közötti fejlesztés. Nagyon nagy szükség van, például a Balatoni út tehermentesítése,
okán, de ezt akkor tudjuk elindítani, hogyha megérkeznek ezek a pénzek, támogatások Magyarországra, és azon belül pedig Fehérvárra. Most ugye említettünk már néhány fejlesztés, akár a múzeum rendház épületének a fejlesztését, de fontos beruházások valósultak még ezen túlmenően is meg, illetve hát itt az utolsó időszakban is még vannak 95%-on van, hogyha jól emlékszik, vagy ha jól emlékszem rá, akkor a déli összekötő épül a multifunkcionális csarnok, tehát azért vannak még ilyen jelenleg is zajló fejlesztések. És nem is kicsik, és kifejezetten fontosak, szinte az élet minden területén, hiszen vannak folyamatban iskolákkal kapcsolatos fejlesztések. Januárban egyébként átadjuk a Tóparti Gimnázium teljes felújítására vonatkozóan a munkaterületet, 15 hónap lesz a fejlesztés megvalósítása, bentlakással, tehát ez biztos, hogy nem lesz egyszerű a Tópartiban dolgozóknak, tanulóknak. Türelmüket, megértésüket kérem, a másik oldalon viszont egy teljes egészében felújított iskola lesz a végeredmény. Ugye elkezdődött a Kodolányi, a Vasvári gimnáziumok felújítása, ugye a nyilászáró cserével, a Modernvárosok program keretében tudjuk a Kodály iskola homlokzatát felújítani, zárójel remélem, végre a tornatermet is tudják majd használni a fiatalok, zárójel bezárva, ugye a Munkácsi iskola felújítása is megkezdődhet, a Telekinél elkezdhetjük a tervezést, a zeneiskolánál a hangversenytermet tudjuk elkezdeni, szintén tervezni, és ez csak a Modernvárosok programban megvalósuló iskolafejlesztések, emellett van az előbb említett előkészítés alatt lévő programok szintjén számos más középiskola, általános iskola felújítása, de vizes blokkokat újítunk föl, ugye 15 iskolában zöme már elkészült, egy része 23-ban fog, energiatakarékossági berendezéseket, napelemeket szerelünk közel 20 közintézménybe a városban, tehát azt hiszem, hogy ezek nagyon szép dolgok, és hát a nagy fejlesztések közül ugye a kórház kiemelendő, ugye volt műszaki probléma a kivitelezéssel, de ennek a költségeit a vállalkozó vállalta, és műszaki megoldás megszületett, egy kis időbeli késedelemmel jár, de nem veszélyezteti természetesen a kórházberuházásnak a megvalósulását. Multicsarnok épül, aki a Budai úton jár, az látja, hogy nő ki a földből, illetve azt is látja, hogy ott az a nyomvonal kialakítás is megkezdődött, ami nem csak a multicsarnokot fogja kiszolgálni útkapcsolatként, hanem az albaipari zónát is összeköti a Budai úttal, amire nagyon sokan és nagyon régóta várnak. És hát igen, az évközben is áthattuk a múzeum épületét, ami szerintem gyönyörű lett, és alkalmas, nagyon különleges kiállításoknak a befogadására. Ugye készül a múzeum együttműködve a Hadtörténeti Múzeummal egy nagyon szép kiállításra majd 23-ban. Ugye a múzeum főigazgató úr jelzés alapján készülne egy nagyon szép állandó kiállítás a Székesfehérvár város története tekintetében is. Tehát én úgy érzem, hogy ott is egy nagyon jó munka zajlik, aminek külön örülök, hogy ebből egyre több mindent a kommunikációs felületeken is lehet látni, érzékelni, hallani. Szerintem nagyon jó programok vannak a múzeumban, érdemes bemenni ezekre szakembereknek, de nem szakembereknek is, azt hiszem, hogy nagyon izgalmas, érdekes információkat ad. És hát ott vannak azok a kisebb-nagyobb fejlesztések, amik az egyes városrészekben fontosak, vagy ott a déli összekötő út, ami napokon belül készre jelent a vállalkozó, és elindulhat már az engedélyeztetés, és tavaszig át fogjuk tudni adni várhatóan a forgalomnak azt az útkapcsolatot is. Az idei esztendőben, hogyha már a közösségeket említettük, illetve ez már az új esztendőben lesznek azért még programok, amire érdemes ellátogatni, és a hagyományokról is beszéltünk, akár az újévi hangverseny, de akár a lencse, a szerencsehozó lencse is egy most már hagyomány a városunkban. Igen, a városi szilveszterre várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy szeretne közösségben ünnepelni. Ugye Fehérvár évekkel ezelőtt már eldöntötte azt, hogy egy szavazás formájában, hogy nincs szilveszterkor este tűzijáték, de a programok egyébként megvalósulnak. Biztos, hogy hagyomány lesz az is, hogy sokan lesznek, hiszen ezt tapasztaljuk évről évre. Aztán a lencsével köszöntjük az új esztendőt a katonáknak. Hála január 1-én kora délután 2 óra körül az Alba Pláza előtt nagyon érdemes megkóstolni, fantasztikus finomat főznek, és aztán este pedig ünnepi hangverseny lesz.
aki jön, az érteni fogja, hogy nem kell megijedni az első 20 másodperctől, ígérem, hogy én csak annyit fogok vezényelni, utána átadom a profiknak, és ez egy nagyon szép koncert lesz, úgyhogy senkit ez a hagyomány ne riasszon el attól, hogy eljön az újévi hangversenyre, és azon fogjuk hirtelen észrevenni magunkat, hogy aztán el is telik pár hét, és már elkezdünk majd készülni a tavaszra. Egyrészt, mert már fázni fogunk, és már jól fog esni egy napsütés, másodszorban pedig aztán jönnek a tavaszi programok, rendezvények. Úgy látjuk, hogy a 23-as rendezvény naptár is nagyon bőséges lesz, alkalmat ad a közösségi élmény megélésére mindenkinek. Egy nagyon tartalmas és azt hiszem szép adventi időszakon vagyunk túl. A Cserpalkovics András magánszemély, apa, hogyan készül a karácsonyra? Van-e valami hagyomány a családban? Van hagyomány, mivel ez alapvetően azt jelenti, mi nagyon sokaknál, legalábbis remélem, hogy a család amikor csak tud összejön ezekben a napokban, mikor, hol. A fő ebéd az majd 25-én lesz a teljes családdal édesanyáméknál, akkor összejövünk, ez azt hiszem, hogy mindenkinél a legszebb dolog, de aztán valójában ezeket a napokat együtt töltjük, két ünnep között lesz egy kis pihenés, egy kis utazással a családdal, úgyhogy az is nagyon-nagyon jó lesz, úgyhogy én bízom benne, hogy tényleg békességgel, nyugalomba egy kicsit, talán ha lehet így fogalmazni, akkor leállva zajlik ez a néhány nap, mert olyan ritkán állunk meg a mai világ rohanásában, a karácsony utáni néhány nap, egyáltalán a két ünnep közötti időszak, az még mindig talán az az időszak, amikor leginkább lelassul az élet az országban, így Fehérváron is, és tudunk pihenni, tudunk kikapcsolódni, tudunk találkozni, társasozni, olvasni, így fog zajlani ez a néhány nap, és bízom benne, hogy sokaknál is ugyanez a nyugalom és békesség lesz, ezt kívánom mindenkinek. Amikor beszélgettünk a mai találkozóról, akkor arra is kértem, hogy hozzon magával egy dolgot, ami valamiért fontos. És akkor áruljuk el azt, hogy először megijedtem, mert hogy azt gondoltam, hogy elfelejtettem ilyet hozni, de aztán rájöttem, hogy van egy ilyen tárgy rajtam, amit én mindig magamon hordok, ez pedig elég pici, nem tudom, hogy a kamerában mennyire látszik. Ez egy városi címeres kitűző, ebből van egyébként az évben alkalmaztam egy másikat, az aranybullára, az aranybulla emlékévre vonatkozott, és ez a kitűző a város címerével valójában mindent megmutat, amitől szerintem szeretjük ezt a várost, úgyhogy egy kicsit ez a szimbólum magát a várost is jelképezi. Hogyha egy gondolattal kéne megfogalmazni, akkor mit kíván magának, vagy akár a városnak a 2023-as esztendőre? Békességet, mert ahogy beszéltünk róla, nem számítottunk arra, hogy Európában még dörögni fognak a fegyverek, és tőlünk néhány száz kilométer, ez most sajnos így van, sőt nem most van így, hanem közel egy éve. Nyilván annak szurkolunk, azért imádkozunk, hogy ott is minél hamarabb tűzszünet, aztán béke legyen, és persze azért, hogy mi pedig békességben, nyugalomban élhessünk. És az, hogy ezt most karácsonykor megélhetjük, és békességben tehetjük meg, békességben ülhetnek össze a családok, ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos. Az emberi kapcsolatokat megélve, tartalommal megtöltve valójában mindenünk megvan. És ezt tapasztaltuk már a pandémia idején is, hogy mit jelent az, amikor nem találkozhatunk, akár saját szüleinkkel. Most ilyen korlátozások nincsenek, hát akkor viszont éljünk ezzel a lehetőséggel. Én ezt kívánom mindenkinek, mert hogyha ezzel élünk, karácsonykor élünk, a két ünnep között élünk, egyébként a szürke hétköznapokon is majd 2023-ban, akkor minden nehézség mellett, ami itt van és minket is körbevesz, vagy a mindennapjainkat meghatározza, azért alapvetően kimondhatjuk, hogy az élet szép, van okunk mosolyogni, hogyha megtaláljuk azt, ami miatt ezt megtehetjük a saját életünkben. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez nyilván a mi családunkban, de minden fehérvári otthonban így legyen a következő napokban, és a 2023-as esztendő egészében is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, áldott karácsonyt. Köszönöm a lehetőséget, és én is áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy velünk tartottak, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.